go slow ahead. Come on down and chump some of this shit. Team Rasovszky. De ő az első. You're gonna need a bigger boat. Hello, hello. Nagyon-nagyon furcsa volt egyébként az elmúlt három hét, így a te szempontodból, meg igazából a mi szempontunkból is, mert amikor te úsztál, akkor mi aludni szerettünk volna, de nem hagytad. De megérte, hiszen az első az az 5 kilométer volt, amit meg is nyertél, és gratulálok. Egy héttel kimentetek ugye a VB-t, volt időtök így normálisan átvenni az ottani időjárás dolgokat, jetleget leküzdeni. De mondjuk az eredményből így abba indulok, hogy igen, de... Persze, szerintem az egy hét az kellően elég volt ahhoz, hogy hozzászokjunk mind a helyszínhez, hogyan mennek a buszok edzésre az összedához, a kajához, meg hát gyakorlatilag a versenypályához is. És hát szerencsére a szállás ott volt a pálya mellett, úgyhogy gyakorlatilag át tudtunk sétálni. Ez ritka, azért általában Füreden szokott így lenni át csak. Úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum volt, hogy reggel, amikor az ember akart, akkor ment, nem kellett buszra időzíteni a kelést, vagy a buszra várni. Úgyhogy ez mindenképp ez egy pozitívum volt. És úgy gondolom, hogy azért az egy tényleg egy kifejezetten jó időszak volt ahhoz, hogy, és kellő is volt ahhoz, hogy hozzászokjunk. Azért mégiscsak utaztunk egy jó másfél napot mondjuk. Úgyhogy tényleg az kellett hozzá, hogy ugye az ember kipihenje magát, és hozzászokjon ahhoz, hogy ott kim van most már. Játszalással mentetek amúgy? Igen, Dubajba repültünk először, és aztán onnan Szöul. Majd majdnem 3 órát vonatoztunk, úgyhogy... Jó, tehát akkor így körbe mentetek, az szép. Dubájban meg Szóban volt idő városnézésre? Semmi. Hát az körülbelül 4 óra volt a dubai időnk az egyik gép meg a másik gép között, de hát az alatt kimenni a reptéről esélytelen, meg visszajönni. Szóban meg leszálltunk este a gépről, aztán siettünk, hogy elérjük a vonatot, úgyhogy... Ez még egy érdekesebb volt, mert késett a repülünk, a vonat meg nem vár. A vonat nem vár, elindult már. Sikeresen leúsztad az 5 kilométert, azt utána nyilatkoztad, hogy ez neked így nagyjából egy ilyen edzésszerű. Így is élted meg, hogy annyira nem fárasztod ki? Hát viszonylag az egy komfortosabb úszás volt, azért nem volt annyira nagyon nagy az iram, főleg az első két körben, ugye a háromból, és azért ez a 10 látszott is, mert a 10-nek a második 5 kilométerre gyorsabb volt, mint az 5 kilométer, úgyhogy ott tényleg beigazolódott, hogy nem volt egy akkora iram. Ez azért szerencsére jó volt nekem is, azért nem kellett úgy kihajtani magamat, úgyhogy tényleg az egy olyan verseny volt, ami alapvetően teljesen úgy alakult, ahogy én azt akartam. Nem kellett úgy egy öldöklő nagy iramot úszni ahhoz, hogy az ember ott legyen az elejében, az elejétől kezdve, és aztán egy hosszú hajrával tényleg el lehetett lépni a többiektől, úgyhogy az tényleg úgy alakult minden, ahogy szerettük volna. A 10 kilométerben már azért voltak úgymond gondok, mert ott tényleg az elejétől kezdve azért egy viszonylag nagy iramot úsztunk, főleg a második 5 kilométeren, és hát ott látszódott, érződött az benne a mezőnyben, hogy ez tényleg a kvalifikációs táv az olimpiára, jövő évre, hogy ott mindenki ott akar lenni az első 10-ben, és tényleg az elejétől kezdve. Máskor inkább a táv első felében egy ilyen, nem is akar az ember annyira elő lenni, tehát ha ott van az első 10-ben, az neki pont jó, nem akar fölmenni a legelejére. Most pedig az érződött, hogy mindenki előre próbál menekülni, ha nem is a vezető pozícióba, de a második helyre oda akar érni, és ott akar lenni a tűz közelben nagyon. Gyakorlatilag mindenki majdnem erre játszott, ugye ez általában nekem szokott inkább csak a taktikám lenni, meg egy-két embernek, hogy oda előre megyünk, így az elejétől kezdve. Most megmondhatni, szerintem 15-6-an erre játszottunk az elejétől kezdve, és akkor még volt a következő mondjuk 15 ember, aki arra játszott, hogy az a pár ember, akinek sikerül oda előrekedni, ők amögött legyenek, úgyhogy tényleg
tódultak előre az emberek folyamatosan, úgyhogy az egy kemény verseny volt kifejezetten, és igazából pont azt tudom mondani, hogy az elmúlt három évben nem tudok olyan versenyt mondani, amit tudnék ehhez hasonlítani. Tehát tényleg mindenki annyira arra az első 10 helyre játszott, hogy ezért mindent megtett. Próbáltam figyelni, miközben úsztatok, hogy annyira nem volt túl sok a sípszó. Tehát, hogy viszonylag békésebben tudtatok egymás mellett úszni, nem volt nagy verekedés. Ez valóban így volt, vagy csak én nem? Ez inkább csak így kívülre jött le, mert sípszó tényleg nem volt sok, bunyó meg inkább volt. Ez, hát sajnos most ez így jött le, hogy a bírók nem akartak beleszólni ebbe a versenybe azzal, hogy sárga lapot osztogatnak, hanem teljesen arra ment el az egész, hogy hagyták az embereket kibontakozni. Úgyhogy azért bunyó volt, és sokkal kevesebb fújás, mint amit vártunk volna. De hát valahol ez jó, hogy hagyták a versenyzőket, hogy menjenek, ahogy tudnak. Valahol pedig egy kicsit szomorú, hogy ennyire hagyták elfajulni néhol a dolgokat. Ha az elején kiosztottak volna egy-két sárgát, azért ez talán jobban is megoldható lett volna. Egy kicsit, nem is azt mondanám, hogy erre, hát igen, gyakorlatilag egy elrettentő példa lehetett volna arra, hogy azért hol a határ. És inkább ez a határ nem volt meg, tehát senki nem érezte azt úszás közben, hogy hol a határ az, amit még megtehet és mit nem. Ez tolódott ki inkább sokkal jobban afelé, ami már annyira nem sportszerű talán. És mik azok a dolgok, amiket itt szoktak csinálni? Tehát hogy visszahúz, meg üt egyet a könyökkel, vagy hátra csap, vagy megrúg, de hogy vannak ilyen kisebb apróságok, hogy mondjuk így jó, belemarod, ahova nem kéne? Hát ez ritka azért, nem igazán fordul elő, nincs is nagyon rá idő. Nekem például volt olyan, ez inkább mondjuk a véletlen szüleménye lett, hogy ahogy ketten mentünk egymás mellett, és összeért a kezünk, majdnem, hogy le is szedték az órámat, ami ugye az időméréshez kellett. Úgyhogy a végén már úgy szálltam ki, hogy kicsit lifegett az egyik fele, de hát szerencsére azért nem jött le, mondjuk erre figyelnem kellett a második 5 kilométeren, mert talán a harmadik körben volt pont ez, amikor olyan bal szerencsése jött ki az egyik tempónál, hogy benyúl gyakorlatilag az órámhoz. Nyilván nem direkt, mert azért erre nehéz odafigyelni, de egyszerűen oda került a kezé, és egy kicsit meglazította, úgyhogy azért ott figyelni kellett, mert azért gáz lett volna, ha elhagyom az egyiket, és jeleznem kell a bíróknak, hogy akkor kéne még egy. Mondtad is, ott nyilatkoztad, hogy nem számítottál ilyen iramra. Igen, mert arra számítottunk, hogy a második 5 kilométerben valami hasonló fog történni, de azt hittük, hogy az első 5 kilométerről még azért jobban várni fog a mezőny, és mi szerettünk volna inkább emiatt egy kicsit előrébben is egy kicsit meghúzni, de ez teljesen máshogy alakult, mások is úgy gondolkodtak, hogy az elejétől kezdve jó lenne ott lenni és nyomni, úgyhogy gyakorlatilag az, amit mi gondoltunk, hogy nem lesz senki, aki fölvállalja esetleg az iramot, és ezért előre tudunk menni szépen meghúzni mi a sort, amennyire mi szeretnénk, ez kicsit másképp alakul, de jól jött ki. De végül is jól jött ki a végén, úgyhogy nem lehet ezzel probléma. A kvóta megvan, egy érem is megvan, viszont ha már érem, akkor erre egy kicsit részletesebben, hogy történt ez az jött a riporternő, hogy hát van a szudáni verseny, és akkor ott ez hogy nézett ki? Hát gyakorlatilag ugye az történt, hogy megvolt az eredményhirdetés, megvolt a sajtótájékoztató, és utána közvetlenül, és amikor onnan jöttünk ki, és sétáltunk vissza, én akkor volt egy dopingvizsgálatom, és terveztük, hogy arra megyek már, akkor jött az egyik brazil sajtós, hogy van ez a szudáni srác, aki 61. lett a 61-ből, és hogy a versenynek a napján hajnalban 3-kor érkezett, meg 8-kor rajtoltunk, tehát gyakorlatilag semmi ideje nem volt ott, megjött, aztán úszott, és hogy ő teljesen saját pénzen utazott, úgyhogy ő fizette a repjegyét, szállását, és hogy lehet arról szó, hogy egy pár fotót csinálunk így közösen,
és nyilván mondtam, hogy természetesen lehet, gondoltam, ez nem, jelent, nem történik semmi, most oda megyünk, beszélgetünk pár szót, készül pár fotó, ebben nincsen semmi, úgyis ráérek, úgyis el kell menni dopingvizsgálatra is. Aztán amikor ott voltunk, eredetileg azt kérték kérték a fotósok, hogy ő is megfoghassa az érmet, hát én meg gondoltam, ha már ott vagyunk és most a kezébe veszi, akkor miért ne tehetnénk a nyakába, és nem történik ezzel semmi, ez itt tök szerintem egy normális dolog, hogy valaki megkap az érmet, mert azért ez ilyen furcsaságként jött le, ott a helyszínen is sokan megkérdezték azt, hogy most tényleg odaadtam az érmemet, és sajnos mondom kellett, hogy azért ez nem így történt, mert azért mégiscsak az első VB érmemről van szó, azért attól szerintem nehezen válik meg az ember. Nem tudom, hogy most ez a 15. lett volna, akkor mit csinálok, de így, hogy ez az első érem, azért nyilván ez azért sokkal közelebb áll ahhoz az emberhez, hogy csak úgy kiadja a kezéből. A gesztus az még mégis egy szép dolog, tehát így jó, hát sokan félreértik az ilyen dolgokat, de a magam szempontjából meg így szerintem sok ember ért ezzel egyet, hogy egy szép gesztus volt, és hát minden tiszteletünk. Viszont utána jött a 25 km, ami egy kicsit már mondjuk borúsabb, szó szerint borúsabb. Ott mi volt? Tehát ott az egy bődletes 5 órát úsztok ilyenkor. Ugye? Jól tudom. Hát igen, a fiúknak egy kicsit 5 óra alatt volt, a lányoknak meg annyival durván fölötte, úgyhogy kb. Kijön az 5 óra. Hát alapvetően ugye megjött a rosszabb idő, és mindenki arra várt, hogy mikor fújják le a versenyt, mert el is mondták az utolsó bírói eligazításon a rajta előtt, hogy megpróbálják a versenyre elkerülni a tájfunt. És hát én gondoltam, megkérdezem, hogy mikor jön az a tájfun, azért mégiscsak tudjunk róla, és mondták, hogy hát holnap. Ehelyett már aznap megérkezett, úgyhogy ez kicsit olyan fura volt, mindenki Anna is elmondta, meg szerintem mindenki kint is azt várta már, hogy mikor fújják le a versenyt, így ugye azt mondták, ha 3 óra után lefújjuk a versenyt, 3 óra után le lehet fújni úgy a versenyt, hogy akkor végeredményt is hirdetnek, és mindenki ezt várta már szerintem 3 óra után, hogy mikor fújják le ténylegesen ezt a versenyt. Aztán ez azért nem jött meg. Ma többiek azért jól végigküzdötték, nekem sajnos itt már a váltónál is volt egy furcsa dolog, hogy ugye vizet nyeltem a váltó közben is, és már ott is a végén azért volt egy kis rosszul lét, és ez a 25-ön is kijött, úgyhogy ott éreztem, hogy nem biztos, hogy ezt a 25-et erőltetni kellene, azért tényleg ez az a táv, ha minden rendben van, akkor is azért kemény végig tolni. Így meg, hogy volt ez a kisebb problémám, és talán emiatt mentálisan se voltam éppen ott, hogy ez így működjön. Így inkább a feladás mellett döntöttem. Úgyhogy aztán onnantól kezdve meg, hát onnan a helyszínről néztem a versenyt, és szorítottam a lányoknak meg Egének, hogy amit lehet, azt kihozzák belőle. És ott tényleg a végén azért sajnáltam Gegét, mert látszott, hogyha nincs ez az aszmás befulladás, akkor ez az a verseny az övé volt, már kézben volt. Úgyhogy nagyon sajnáltam ott a végén, hogy neki ez nem sikerült. És aztán örültünk a lányoknak, hogy mindketten odajöttek az első nyolcba. Szerencsére minden rendben van azóta. Ott úgy mentünk el Kanadába, hogy azért gyógyszer van, hogyha valami lenne, és hát vártuk, hogy mi lesz. A versenyre is úgy ugrottunk be, hogy ki tudja, hogy mi lesz, majd meglátjuk, hogy mi jön elő, vagy mi nem. De szerencsére minden rendben volt, úgyhogy, és azóta is minden rendben van, úgyhogy azért ez így biztató, hogy nem volt egy komoly probléma, ami több kihagyást eredményezett volna, úgyhogy ennek azért örülünk, de nyilván egy kicsit azért bánt is a dolog, hogy 25 kilométeren azért szerettem volna ott is ott lenni az élmezőnyben, ha lehetett volna, de úgy gondolom, hogy azért így a kompromisszumos megoldással azért a biztosra mentünk inkább. Hát igen, és tök jó, hogy rátértél Kanadára, mert hány napotok is volt pihenni? 1-2? Hát gyakorlatilag ugye 19-én volt a 25 kilométer, ami után másnap már repültünk is,
Úgyhogy másnap repültünk, hajnalban egyre értünk oda végül is a verseny helyszínre, mert a reptérről még egy 3 órát kocsikáznunk kellett. Úgyhogy így 21-én hajnal egyre értünk a szállásra, és aztán délután 1-kor volt a verseny. Úgyhogy egy 12 óránk volt az odaérkezésünk a verseny között. És 12 óra után 10 kilométeren megint jártél. Igen, azért nem számítottam rá, hogy ez ilyen sima lesz. Azért voltak ott többen olyanok, akik elég jók ebben a 10 kilométerben, és nem voltak ott a világbajnokságon, tehát ők azért úgy érkeztek, hogy erre a világkupára jöttek kifejezetten. És egy viszonylag nekünk kedvező helyzet alakult, hiszen mindenki viszonylag lassan kezdett, úgyhogy nem volt egy nagy iram az elejétől kezdve, és innentől kezdve azért nekünk ez jó volt, hiszen úgy reggel fölkelve nem éreztük azt, hogy bármi gond lenne, hiszen szerintem még a testünk se tudta, hogy hol van igazából. Hát azért 13 óra átállás lett volna, amit föl se fogtunk még szerintem. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt probléma. De ugye nem úsztunk 20-án, úgyhogy ez megint egy más helyzet volt, nem volt meg közben az úgymond átvezető úszásunk a köztes napon, hanem egyből be kellett ugrani erre a 10 kilométerre, és azért ez így az első 5 kilométer, hogy viszonylag lassan kezdődött a verseny, azért ez ebből a szempontból is jó volt, hogy volt egy kis átmozgatás, és szépen fokozatosan bele lehetett lendülni a versenyzésbe. Úgy néz ki, hogy minden a kezünkre játszott ilyen szempontból, úgyhogy mindenképp ez azért így jól jött ki. Hát ehhez is gratulálok, neked szerintem mindenki. Mi a következő? Mennyi pihenőidőtök van a következő világkupa előtt, ha jól tudom, megint Kanadában lesz? Igen. Hát gyakorlatilag hazajöttünk, annyi könnyebbséget kaptunk, hogy napi egy, legalábbis én, hogy napi egy edzésem van most a kettő helyett. És aztán jövő hét szerdán már 31-én utazunk is vissza Kanadába, mert elsőn van egy 1000 méteres sprint ott a helyszínen, amin kötelező az elindulás, és aztán 3-án szombaton van a 10 kilométer, úgyhogy itt viszonylag azért most már több időt fogunk eltölteni Kanadában, nem lesz az, hogy többet repültünk odáig, mint amennyit aztán ott töltünk. Úgyhogy egy kicsit több időnk lesz Kanadában. Ha már oda repül és több idő, a visszautatok egy kicsit kalandos volt. A visszautunk az igazán kalandos lett, mert törölték a reggeli járatunkat Quebecből Torontóba. Úgyhogy sikerült átrakatni aztán a másik torontói járatra délután. Ugye az eredeti hazautunk az lett volna, hogy Quebecből Torontóba, Torontóból Szóba, Szóból Dubajba és aztán úgy Pestre, de gyakorlatilag, hogy kifele utaztunk, úgy visszafele is. Valahol ez azért egy kicsit jól jött ki, hogy az első torontói járatunkat törölték, mert így jött a lehetőség, hogy akkor Quebecből Torontóba és Torontóból egyből Pestre repülni, ami azért egy nap nyereséget okozott nálunk. Úgyhogy viszont itt 10 órát várnunk kellett a reptéren, amit szerencsére mi annál le tudtunk tölteni kinn a városban is. De edzőmnek ott kellett maradnia, vigyázni a csomagokra, mert Quebecben a reptéren nem lehetett leadni sehova sem. Úgyhogy... És aztán, amikor visszaértünk a reptérre, akkor láttuk, hogy a következő torontói járatot is törölték. Úgyhogy emiatt egyből mehettünk, hogy akkor most mi is történik. És aztán szerencsénkre pont úgy alakult az egész, hogy akkor még időben voltunk ahhoz, hogy egy Quebec-Ottawa Torontó járattal, gyakorlatilag még egy kicsit rohanósabban, de elértük ugyanígy a Torontó-Pesti járatot, és így egy nappal hamarabb hazaértünk, mint a tervben volt. Kanada után lesz egy durván 3-3 és fél hetünk a következő világkupáig, augusztus 28-án jön a következő Macedón világkupa, Ohrid, és utána már gyakorlatilag a finishben vagyunk, mert szeptember végén záródik majd a világkupa sorozat Kínában. Közte még lenne egy tájpei verseny, de ezt kiadjuk mindketten, úgyhogy gyakorlatilag nekünk a háromból a kanadai után már csak két versenyünk lesz. Hát nagyon sok sikert a felkészülésben, meg a pihenésre is, ezért hagyjatok időt. Én köszönöm szépen. Köszönjük.
Sziasztok! Reméljük tetszett a videó. És ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok fel csatornánkra, és nyomjatok rá a csengőre.